Varázsolni nem tudunk, azt kell beosztani, ami van, és a források végesek. Ezt akár Szabolcs vezér vagy Szent István is mondhatta volna közel 1000 évvel ezelőtt ezeken a helyeken, de a valóság az, hogy az idézet Csegei Lászlótól származik. Az idei évi költségvetés elfogadása után Szabolcs község polgármestere úgy látja, az önkormányzat továbbra is el tud látni minden fontos feladatot. Idén közel 200 millióból fogunk gazdálkodni. A folyó fejlesztések, pályázatos beruházásokra áthúzódó forrás 23-as esztendőre közel 60-65 millió forint körül van, amit még fejlesztésre fogunk elkölteni. Ez már konkrét fejlesztési forrás, és hát várjuk a jövőbeli lehetőségeket. Csegei László hangsúlyozta, a rezsijárak okozta nehézségek ellenére az önkormányzatnak sikerült takarékosan gazdálkodni a múlt évben, így a már futó projektek befejezéséhez szükséges többletköltséget ezekből a forrásokból tudják pótolni. Folytatják a gyalogos és kerékpárút fejlesztést, és a turisztikai szempontokat is figyelembe véve igyekeznek a diákok és a családok számára egyaránt vonzó úti céllá tenni Szabolcsot. A 2023-as szimbolikus jelentőségű év lesz a település történetében. Ez az esztendő nagy kihívás a település számára, egyben nagyon nagy megtiszteltetés, hogy megkaptuk a történelmi emlékhely kitüntető címet. Ennek a protokollális ünnepsége idén május 20-án lesz megtartva nálunk. Nagyon érdekes az alkalom, hiszen nem csak a település napja, hanem a megyének a napja, a megye nap is kapcsolódik ehhez az alkalomhoz, itt lesz megtartva ebben az esztendőben. Különös figyelmet fordítunk erre, és hát arra számítunk, hogy nagyon sokan meg fognak fordulni a településen, és mi nagy tisztelettel és szeretettel készülünk és várjuk is ezt az alkalmat. A megye napja mellett az idei év egyik legjobban várt eseménye Szabolcsban, hogy a külső átadás után végre a látogatók számára is megnyissa kapuit a Mudrányi kúriától nem messze fekvő, mostanában felújított másik kúria. A mögöttünk lévő épület ez a Tomori kúria, amely építészetileg gyakorlatilag az év végére, múlt év végére teljesen megvalósult. Jelenleg a belső építészet és kiállító tér berendezése van folyamatban. Ígéretek szerint május 20-án a megyenap, illetve a település ünnep alkalmával ünnepélyesen átadásra kerül a mögöttünk lévő bemutatótér is, amely valójában a Földvár történeti kiállítótér lesz, amely a szabolcsi Földvár mellett az európai földvárak történetével is foglalkozni fog. A polgármester úgy fogalmazott, a település infrastruktúrája alkalmassá teszi Szabolcsot a turisták fogadására, érkezzenek szárazföldön vagy épp vízen, hiszen az értékes történelmi örökség mellett a Tisza közelségének köszönhetően a település jó természeti adottságokkal is rendelkezik.